Jó. Szeretettel köszöntöm a hívószóra megjelenteket. Határozottan többen vagyunk, mint 10. És hogy katolikus intézményben vagyunk, az többek között kiderül abból is, hogy az első sorok üresek. Úgyhogy ha valaki esetleg nem hall eléggé, vagy nem lát eléggé, akkor itt van még üres hely. A Sajgó Szabolcs vagyok a háznak a vezetője, párbeszédházat próbálunk olyan témákat helyet a beszélgetésekben. Remélhetőleg hát segítenek a mindennapi életünknek az értelmesebb, békésebb, hatékonyabb megélésében, és ez a mai is kifejezetten ilyen téma. Én nem fogok most belemenni a témába, azt majd Süveges Gergőnek és vendégeinknek hagyom meg, csak utalni szeretnék egy egészen friss hírre, mivel Amerika téma részben. Ugye 30-án, vagyis 2 nappal ezelőtt volt egy furcsa szavazás, már előre lehetett látni az eredményét Kanadában, ahol egy február óta beharangozott eutanáziával kapcsolatos törvényről tárgyaltak 3-szor, és most megy tovább a szenátusba, mert elég nagy többséggel igeneltek egy különösebb védelem és óvatosság beépítése nélkül a törvényben egy nagyon-nagyon szabad törvényt, sokan úgy nevezik, hogy egy az egybe a gyilkosságnak a legalizálása. Nyilván mindig fontos, hogy ki az, aki éppen beszél, de nagyjából az egész kép olyan, hogy összefogott Kanada összes vallási vezetője, nagyobb vallási vezetője, hogy egy igen erős hangot adjanak a nem tetszésüknek, hogy tehát olyan fajta törvény készül, ami abszolút nem veszi figyelembe sem az egyéni, sem az intézményes lelkismereti szabadságot. Nemrég találkoztam egy ismerősömmel, Kanadából járt itt, és kérdeztem ő, hogy látja. Hát ő nagyon lelkes volt, hogy milyen jó, milyen nagyszerű lesz ez a törvény, mert és csupa olyan felszínes dolgot mondott, ami látszott, hogy hát amivel úgy rész rendesen hát be van etetve a kanadai nyilvánosság. Egy másik dolog, amit szeretnék említeni, hogy itt a házban, csak hogy tudják, hogy házba befogadtunk most már 2-3 hete egy kurd családot, akik a tököli menekültáborban megkapták a jó hírt, hogy 5 évre itt lehetnek az országban 4 gyermek és a szülők, egy muzulmán család, és úgy kellett azonnal elhagyniuk a tábort, hogy nem volt hova menniük, az utcára kellett volna menniük. És nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy a szavakon túl, hogy néha egy-egy cselekedet, az nekünk magunknak is sokkal többet jelent abból a szempontból, hogy kénytelenek legyünk mélyebben meggondolni a folyamatokat, és szembenézni, és megfelelően reagálni. Még egy harmadikat szeretnék bevezetőül mondani, szintén ennek a háznak a házigazdái, a jezsuiták életében egy örömhír, éppen most érkezett meg délutánból, Vietnámból egy fiatal jezsuita, azzal a szándékkal, hogy a tavaly érkezett 2-t követve ő is itt szolgálja le az életét a Magyar Jezsuita provinciában. Hát, ahogy én lapozgattam a provinciánk történetét, ugye, mikor Kínából kidobták a magyar jezsuita misszionáriusokat, az utolsót 955-ben Mao Tse-tungék, akkor egy részük ugye éppen Vietnámba ment, másik részük a
indonéz, illetve a Fülöp-szigeteki kínai kisebbségbe szolgálni, de éppen három magyar jezsuita szolgált több mint 10-15 évig Vietnámban. Ez olyan érdekes, az ember úgy nézi az összefüggéseket. Szóval ez egy örömhír, és akkor ezeket csak úgy egy kis friss hír, gondoltam valami ilyen bevezetőül, akkor át is adom a szót Süveges Gergőnek. Köszönjük szépen, és jó estét kívánunk mindenkinek ezen a szép, meleg nyári napon. És köszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Magyarics Tamás, Amerika szakértő, és Csizmadia Ervin, politológus, Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, ügyvezetője, vezetője. Azt remélem, hogy ma este egy picit megértünk valamit azokból a folyamatokból, amelyek körülöttünk zajlanak. Lehet ezt hallani? Nem lehet. Ha bekapcsolom, sokkal jobb. Szóval azt remélem, hogy megértünk valamennyit azokból a folyamatokból, amelyek hát részben Amerikában zajlanak, és megértünk talán valamit abból, hogy azok a folyamatok, amelyek Amerikában zajlanak, azok vannak-e hatással Európára, illetve milyen folyamatok zajlanak éppen Európában. Szóval kétpólusú lenne ez a mai este, azért is hívtuk kettejüket, hogy nézzünk a tengeren túlra, és nézzünk szét a saját környezetünkben. Ausztria, Lengyelország, hogy más példát ne is említsek. És beszélgessünk egy picit arról, hogy egyáltalán mi az a populizmus, hogyan lehet felismerni, vajon feltétlenül negatív, csak negatív konnotációban lehet-e róla beszélni, és hogyan viszonyuljunk hozzá. Úgyhogy akkor kezdjük innen az alapoktól, jó? Hogy az, hogy populizmus, az alatt mit értsünk? Szeressük, vagy ne szeressük? Van összesen két mikrofonunk, ezzel fogunk sakkozni. Jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen a meghívást. Hát ugye egy olyan kérdést tettél föl, ami egy kurzus hosszúságát igényelni, hogyha erre szeretnénk válaszolni. Én tulajdonképpen definíciót most nem is tudnék adni az első körben, hanem feltennék egy kérdést, ami engem izgat, és ez pedig az a kérdés, hogy miért nem volt populizmus 1989-90-ben. Tehát hogy van az, hogy egyszer csak lett populizmus, amelyik hosszú időn keresztül nem volt. Ezzel a kérdéssel szeretnék majd még a későbbiekben is foglalkozni, mert ez engem arra ösztönöz, ez a kérdés, hogy a populizmus témáját is, meg minden egyéb témát is egy ilyen történeti keretben nézzek. És hogyha azt a kérdést teszem fel, hogy miért nem volt populizmus 1989-90-ben, azaz, Kelet-Közép-Európa demokratizálódásának idején, akkor az a válaszom, hogy azért nem. Fogok idézni egy Önök által jól ismert gondolkodót, azt Francis Fukuyamának hívják, aki ugye azt mondta 1989-ben írott művében, ugye a Történelem vége című tanulmányában, amelyből aztán 94-ben könyvet is írt, hogy egy liberális világforradalom kellős közepén vagyunk. Na most egy liberális világforradalom kellős közepén kisebb gondja is nagyobb volt az embereknek, mint hogy keressék azt a kérdést, hogy hol van itt populizmus, tekintettel arra, hogy a liberális világforradalom közben élő emberek a szónak egy bizonyos értelmében maguk is populisták voltak, ezt most kérem, hogy ne értsék félre, olyan értelemben voltunk mindannyian populisták, hogy egy valamiben hittünk akkor, és ez pedig az, hogy a liberális világforradalom meg fogja oldani azokat a kihívásokat, amelyek ugye a kelet-közép-európai diktatúrák lebomlásakor fölmerültek. Azaz, az első kérdésben a válaszom röviden ez erre a kérdésedre, még egyszer mondom, nem definíciót adok, hanem valami történeti összehasonlítást, hogy totálisan megváltozott a helyzet, amelyben élünk. Nem azt mondom, hogy a liberális forradalomnak vége, de azt viszont határozottan mondom, hogy mi mindannyian egészen más gondolati keretekben mozgunk, mint ahogy akkor szinte mindannyian mozogtunk,
El se tudtuk akkor képzelni azt, hogy az fog történni velünk, ami történik. Tehát nevezetesen az, hogy például ez a liberális világforradalom, még egyszer mondom, Francis Fukuyama kifejezését használom, ez nem feltétlen fogja meghozni azokat az eredményeket számunkra, amelyeket mindannyian elvártunk ezektől a demokratizálódási folyamatoktól. És utolsó mondatom, mit is vártunk el ezektől a folyamatoktól? Minimálisan két dolgot. Az egyik, hogy ez a bizonyos újonnan létrejövő liberális rendszer anyagi értelemben, egzisztenciális értelemben javít azon a pozíción, amelyben az előző rendszerben éltünk, de ez nagyon-nagyon kevés lett volna, hanem a másik dolog, hogy elérjük azt, amit szintén Fukuyama hangsúlyoz, ez pedig az elismerés utáni vágyunk, tehát, hogy valami módon állampolgárként, egyénként, vagy ha tetszik, egy közösség tagjaként egészen más helyzetbe kerüljünk, mint ahogyan az államszocializmus időszakában voltunk. Jó, bocsánatot kérek, mindjárt Magyarics Tamásé a mikrofon, csak hogy pontosan értsük egymást, akkor viszont ehhez muszáj visszakérdeznem, mert amikor azt mondod, hogy liberális forradalom, akkor ezt azért magyarázd meg, hogy mit értünk liberalizmus alatt, mit értünk liberális alatt, és mit értünk forradalom alatt, mert gyanítom, hogy az elmúlt 25 év tapasztalatából az, hogy liberális, az nagyon sokunknak nagyon sokféle képzetet hoz föl az elmúlt. Hát igen, kellett nekem ilyen dolgokkal kezdenem, ugye ez igen. Minden jó tett elnyeri méltó büntetését. Úgyhogy, hát nyilvánvalóan valami olyasmiről volt szó, amit akkor megint csak nem úgy értelmeztünk, mint ahogy ma. Ma hogyan értelmezzük ezt a szót, hogy liberalizmus? Ennek a kifejezésnek ma véleményem szerint az egyik értelmezése maradt meg abból, ami 1990-ben volt, nevezetesen ugye az egyéni jogokra, és mondjuk így a jogállamra vonatkozó tanítása. 1990 környékén a liberalizmusnak volt egy közösségi dimenziója is, nevezetesen az, hogy együtt bontottuk le az államszocializmust. Ez a dimenzió tehát többé-kevésbé az elmúlt 25 évben lejött belőle. Ebből következőleg tehát liberalizmusnak mindig korhoz kötött értelmezése van. Tehát a kérdésedre azt tudom mondani, hogy nincs egy állandó értelmezés. A 19. században például a liberalizmus ugye a nemzetállammal kapcsolódott össze. Hol beszélhetünk ma arról, hogy a mai liberalizmus és a nemzetállam bármilyen szempontból egymással paralel fogalmak lennének, éppenséggel nagyon úgy tűnik, hogy egymást kizáró fogalmak. Tehát ebből következik, hogy ahogyan indultunk, az az állításom, hogy ez a két elem még együtt volt. Együtt volt az elismerés utáni vágy, és így tovább. Ezek közül a legtöbb mára vagy megkérdőjeleződött, vagy kikerült belőle, tehát summa summarum egy csomó ember azért tartja negatív kifejezésnek a liberalizmust, magam nem tartozom közéjük, mert ezek a korán meglévő dolgok, ezek kikoptak belőle, és nem hozta meg tulajdonképpen azt az eredményt, amit vártak. Jó, hát és hogyha történelem, akkor azért érdemes lenne már populizmus tematikájában egy picit még visszább menni, tehát hogy azt mondod, hogy 89-90-ben nem volt populizmus, de vajon korábban volt-e? Ez most csak egy költői kérdés, mert hogy Magyarics Tamás szeretném megszólítani az ügyben, hogy ugye Ervin arról beszélt, hogy itt a mi környékünkön 89-90-ben hogy is történt ez a dolog. Amerikában. Amerika és a populizmus viszonya, akár történelmi távlatban, mit tudunk róla? Köszönöm szépen, és én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Hát nehéz a kérdés. Először is az, hogy mi a populizmus, az egy olyan dolog, amit én sem nagyon tudnék így meghatározni. Eszembe jutott, amikor megkérdezted ezt Irving Kristolnak a híres mondás, amikor megkérdezték tőle, hogy mi a pornográfia, azt mondja, hogy megmondom, hogy látom. Tehát hát én is inkább megmondom, hogyha látom, mi a populizmus, mint az, hogy le tudjam vinni exaktul, hogy pontosan mi. Amerikában azt hiszem az első populista George Washington volt, aki óvaintette az amerikaiakat attól, hogy pártosodjanak, illetve ebből következően egész máig van egy erős pártellenesség, erre épít különben Bernie Sanders és Donald Trump is, és van ezenben egy elitellenesség. Hogyha most eszünkbe idézzük azt szabályt, hogy a pártokon belül egy elit magához ragadja a hatalmat,
ez az oligarha vastörvénye, akkor tulajdonképpen, amit most látunk, az ezzel az elitelni lázadás több szinten mind a két pártnál. Tehát elitelenséget lehet felfedezni. Én azt is mondanám, hogy a jelenlegi elit a 68-asok nemzedéke Amerikában. Tehát Hillary Clinton által jelképezett vagy megtestesített politikai garnitúra, ez a 68-as garnitúrának az utolsó fellépése. Feltetten ezek után le fognak lépni, és valakik mások jönnek, és Trump és Bernie Sanders, esetben Trump ennek az előhírnöke. Tehát elitellenesség másodszor Amerikában nagyon komoly hagyománya van annak, hogy régiók feszülnek egymásnak, és ebben az esetben a keleti parti értelmiség, amit a puritánok leszármazottjai, hogy a bosztoni bráminok és a többiek ellen, és az a vadnyugati kiállás. Tehát akik elvetik az úgynevezett hamis kifinomultságot, dekadenciát és az igazi értékeket tartják szem előtt. Igazi hagyományos értékek kettően pillanatban úgy látják, hogy támadás éri. És ez pedig a család, a vallás, az, hogy sajnos az amerikai politikai élet odáig süllyedt, hogy az egyik központi kérdés az, hogy transznemű mellékelség legyen-e vagy nem, és erre nagyon komoly vita folyik. Ez sajnos azt a minőséget jelzi, ahova az amerikaiak süllyedtek annak idején. Volt egy ilyen kicsit rosszindulatú megjegyzés, amikor George Bush ifjabb lett az elnök, hogy az evolúciót visszafele lehet tanulmányozni George Washingtontól George Bushig, de azt hiszem, hogy George Bushnál sokan visszasírják most, mert ahhoz képest, hogy akkor egy 10-15 év ezelőtt milyen szintű viták zajlottak, ahhoz képest a mostani viták nagyon-nagyon gyenge színvonalúak. Hozzátenném még mindez azt, hogy a populizmusnak nagyon erős gyökerei vannak a gazdasági kiszolgáltatottságban. Az első igazi populista mozgalom 1890-es években született Amerikában. Elsőbb az agrármozgalmak, akik a tengeren túli verseny miatt és a szétnyúló agrárrolló miatt tulajdonképpen vesztesnek érezték magukat. Most ilyen pillanatban nem elsősorban a farmerek, hanem a kétkezi munkások érzik magukat veszélyeztetve, és vesztesnek. A fehér munkások, akik tulajdonképpen a Trump-féle mozgalomnak a derékadát képezik. Tehát ők idegenellenesek, ez benne volt hagyomás az amerikai populizmusba, a xenofóbia, a nativizmus, mindig megvoltak azok a csoportok, amelyeket mondjuk célpontnak szemeltek ki. Kezdetben az írek voltak a társadalomban, Angliában alján katolikusok voltak, a többségi társadalommal szemben ők más értékeket képviseltek, utána az íreket fölnyomták a kelet- és közép-európai bevándorlók, azokat följebb nyomták a távol-keletiek, akiket most följebb nyomnak a mexikóiak, tehát mindig van valaki, aki a létre alján van, és ez megint csak megnyilvánul ezekbe a politikai mozgalmakba, amelyek az idegen ellenességet többek között erősen pártolják. Hozzá kell tenni azt, hogy a vesztesek között a globalizmus vesztesei is vannak. Tehát ez egy természetes folyamat, hogy az olcsó munka a harmadik, negyedik világba megy. Sajnos Magyarország is közéjük tartozik ilyen szempontból. Egyik oldalról örülünk, hogy az amerikai befektetések 9-10 milliárd dollárt érnek el, kb. 90-100 ezer ember él Magyarországon amerikai vállalatoktól kapott fizetésből, viszont ezek nagy része nem egy magas hozzáadott értékű munkafolyamat eredménye. Tehát exportálják úgymond az amerikaiak ezeket a problémákat. Tehát így
Sok minden egyszerre felszínre jött az utóbbi években, és akadt egy olyan ember, aki és azt hozzá kell tenni, a populizmussal sem a rendkívül magas intellektuális színvonalon beszélőknek a mozgalma volt. Donald Trumpról nyelvészek megállapították egy 20-as skálán összehasonlítva, ő negyedik általános iskolai szinten beszél. Tehát mondjuk Clinton a 8. általános iskola szintjén, és hozzájuk képest Thomas Jefferson és a többiek 18-19-es mondjuk fokon voltak 20-as skálán. Ez az egész tömegdemokrácia, tömegkommunikáció, tömegpolitikus, tömeg minden, tömeg ennek az eredménye, és még hozzátenném azt, hogy Amerikában sajnos egyre többen keverik össze a valóságot a látszatvilággal, ez a reality show. Nem hiába, de a Trump ezen nőtt föl, és ezek a celebek orákulunként szerepelnek nagyon sok amerikai háztartásban, tehát a lefele nivellálódás az eléggé jelentős méreteket öltött. Látunk egy folyamatot, ami Amerikában zajlik. Ugyanez a folyamat, vagy ennek a folyamatnak hasonló elemeit látod, Ervin, itt Európában? Most akkor populista módon fogok kérdezni, tehát az elbutulás az elsődleges ok, ami lehetővé teszi, előhívja, vagy egyáltalán felszínen vagy életben tartja a populizmust. Az elbutulás meg a gazdasági romlás, vagy elszegényedés. Hát dehogy. Tehát itt nagyon érdekes volt, amit Tamás mondott. Talán egy másik szempontot is behoznék ahhoz, hogy ne feltétlen afelé menjünk el, hogy itt egy minőségromlásról van csak pusztán szó. Mert ez egy nagyon népszerű megközelítés, ezt minden elemző el szokta mondani, stb. Csak én azt gondolom, hogy ezzel még nem adunk választ bizonyos kérdésekre. Bocsánat, de van szó minőségromlásról? Tehát azt azért kijelenthetjük, hogy van erről szó, vagy az sem egyébként biztos? Én még ebben sem vagyok biztos, majd ezt is érdemes lenne definiálnunk, hogy mit tekintünk minőségromlásnak. De valami olyasmire gondolok, hogy képzeljük el magunk elé azt, hogy a politika az nem egy önálló műfaj, úgy értem, hogy nincsen elszakadva teljesen a társadalomtól. Ugye ezt külön meg kell indokolni, hogy az ember miért gondolja ezt, mert egyébként hajlamosak vagyunk arra, hogy a politikusokat úgy önmagukban nézzük, és akkor megállapítjuk, hogy igen, ez úgy rendben van, többé-kevésbé másik az tök hülye, és így tovább. Na most a politika az ugye a klasszikus nyugat-európai formájában a társadalomból indult ki. Nem kell azt hiszem mondanom önöknek, ugye, hogy a klasszikus nyugat-európai pártosodás az ugye alulról történt, különböző társadalmi csoportokra szerveződtek rá a pártok, és azoknak a társadalmi csoportoknak az érdekeit fejezték ki. Most ezt azért mondom, mert a kérdés ma is úgy merül fel, hogy bizonyos politikai irányzatok képviselnek-e valamilyen társadalmi csoport érdeket, vagy nem. Vagy pedig a politika teljesen elszakadt mindentől, és valami önálló pályán mozog. Az én állításom az, hogy a populizmust nem tudjuk megérteni anélkül, és ezért mondtam, hogy ez nem biztos, hogy minőségromlás, sőt, lehet, hogy ez valami teljesen más, hogy megnézzük azt, hogy milyen társadalmi folyamatok állnak az egész jelenség hátterében. Én egyet említenék ezek közül, amivel azt is állítom, hogy nem a bal-jobb dimenzióban lehet ezt a kérdést, tehát nem egy ilyen hagyományos ideológiai megosztás szerint, hanem mondjuk úgy, hogy a társadalom, erre Tamás is utalt, a társadalmi elitek és a társadalom lejjebb, alacsonyabb szintjén álló különböző rétegek közötti égbe kiáltó távolság. Magyarán szólva egy hatalmas kulturális szakadék jellemzi a mai, ha tetszik, európai politikát. Ezt azzal tudnám érzékeltetni, egyébként ezt ugye bizonyos politológusok diplomademokrácia
fogalommal illetik. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a politikusok lényegében mindannyian értelmiségi emberek, a parlamentekben egyetlen embert, vagy nagyon ritkán lehet találni nem magasan kvalifikált embereket, miközben a társadalom nagy része egyáltalán nem az értelmiséghez tartozik. Itt egy óriási ellentmondás van, egy szakadék van, egy kulturális szakadék van. Most a kérdés az, hogyha erre a kulturális szakadékra, az alul lévők problémáira, az alul lévőknek a teljes elkülönültségére a felül lévőktől valaki reagál történetesen, akkor ezt illethetjük-e azzal, hogy populizmus, ami még hagyján, hogyha ezzel illetjük, csak mondhatjuk-e azt, hogy ez egy negatív folyamat önmagában. Az állításom az, hogyha a politikát egy picikét komolyan vesszük, akkor a kérdést úgy kell feltenni, hogy vajon az úgynevezett populista pártok nem segítenek-e nekünk abban, hogy ezek a szétszakadt demokráciák valamennyire még stabilak maradjanak. Tudnélik, hogyha ezek a pártok nem léteznének, most tekintsünk el attól, hogy a népszerűségük úgymond nő, és hogy idézőjelben veszélyt jelentenek a demokráciára, de tisztelettel majd azért megkérdezném, hogy ez a veszély pontosan mi is, mert ezt nagyon ritkán látom definiálva. Tehát, hogyha ezek a pártok nem léteznének, akkor mi lenne azokkal a tömegekkel, akiknek az úgynevezett liberális demokráciák nem tudták megadni mindazt, amit a Fukuyama által ígért liberális világforradalom tulajdonképpen előjelzett 1990 után. Mindannyian ugye azt vártuk, hogy egy minőségileg más típusú élethelyzetbe kerülünk. Ugye nyilván Tamás majd még fog beszélni arról, hogy az amerikai középosztálynak az iszonyatos lecsúszása is ott áll, ugye az egész Trump és Sanders jelenség mögött. De hogyha Európára visszük át a kérdést, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy ez a szétszakadás, ami tehát a diplomademokrácia haszonélvezői, nyertesei, és a hatalmas olyan rétegek között, amelyek ebben semmilyen formában nem tudnak helyet találni maguknak van, erre valamilyen módon a politikának reagálnia kell. Ha nem populista pártokkal reagálna erre a politika, akkor az anarchia lehetne, vagy a folyamatos lázadás, amit te az első kérdésedben úgy mondtál, hogy ugye az elit elleni lázadás történik valamilyen formában. Na most mi a jobb? A lázadás, vagy hogyha intézményesítve van egy olyan politika, amely megpróbálja bekapcsolni azokat a társadalmi rétegeket, amelyeket úgymond a mainstream pártok egyáltalán nem tudnak elérni. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb dilemma, és ezért lennék óvatos annak a kijelentésével, hogy itt egy negatív tendenciáról van pusztán szó. Ennek szerintem rengeteg olyan eleme van, amit sokkal komolyabban kellene elemezni, és sokkal komolyabban kell venni. Nem utolsó sorban az az eleme tehát, hogy a politikát vezessük vissza továbbra is társadalmi alapokra, mert ha nem ezt tesszük, akkor magunk is hozzájárulunk ahhoz, amit egyébként bírálunk a politikusokban, hogy elszakadtak a tömegektől. Hát akkor tisztelettel mi ne szakadjunk el. Amerikában ugyanezt látjuk, tehát ezt a nagyon nagy távolságot? Bocsánat, csak még egy fél mondatot az előzőre, arra, amit Tamás mondott, arra szerettem volna csak visszautalni, hogy negyedikes elemista szintjén beszélnek ezek a politikusok. Én politikusi szakkönyvekben azt olvastam, hogy egy viszonylag jó értelmi képességekkel bíró 10 éves gyerek szintjén kell egy politikusnak beszélni, tehát akkor ez teljesítik ezt az elvárás gyakorlatilag. Igen, igen. Mert igen, hogy az, amit megértenek a népek. Igen, igen, a Fox megértik, igen. Igen. Tehát az elszakadás abszolút igaz, és hogyha most megint visszatérünk erre a Trump-Sanders jelenségre, azok támogatják őket, akik úgy érzik, hogy elszakadt a politikai elit tőlük, tehát hogy őket cserbe hagyták. Tehát egyrészt a republikánus politikai elit cserbe hagyta őket, mert támogatja az ő értékrendjükkel szembe levő értékeket, egyneműek házasságától kezdve sok mindent. Cserbe hagyta őket gazdaságilag, mert exportálják a munkahelyeket, és nem védik meg az ő
kemény amerikai idézőjelbe karrier lehetőségeiket. Csebbhagyta őket a nemzetbiztonsági konzervatívoknak a szempontjából, mert többek között olyan hát én azt mondom, túrterjeszkedés, birodalmi túrterjeszkedést végzett Amerika, nagyon népszerűtlenné váló háborúkba, amelyeknek a kimenetele eléggé jelentős kudarcot jelentett az ő számukra. Ugye akkor a demokrata oldalon is van egy nagyon jelentős tömeg, amelyik cserbehagyottnak érzi magát. Többek között ugyancsak ezek a munkások cserbehagyottnak érzik magukat, mert 68 óta vagy 60-as évek óta nagyon erős Amerikában ez az úgynevezett pozitív diszkrimináció, tehát az összes kisebbségi csoportnak az előtérbe helyezésük, úgy gondolják az ő adófiléreiken, támogatják a pozitív mértékben a különböző kisebbségek, és kisebbségeket, faji, nemi, etnikai és minden egyéb. És ezen kívül, hogyha most egy kicsit a politikai folyamatot nézzük, a demokraták, akik mindig arról beszélnek, hogy ők mennyire a nép emberei, nagyon trükkösen csinálják, mert gyakorlatilag az, hogy most Hillary Clinton ilyen jelentősen vezet, az 90%-ban abból fakadt, hogy vannak a szuperdelegátusok, akiket senki nem választott, és nem is választja őket senki, mert a demokraták rájöttek akkor, hogy rájöttek egy 30 évvel ezelőtt, hogyha a nép úgymond népre hagyják a választást, tehát a nép az nem fog jól választani. Tehát emiatt közbeiktatták ezt a lépést. Most hozzátenném azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy elitista, akkor gyakorlatilag az amerikai alkotmány megszületésétől kezdve beszéltünk elitizmusról, és arról, hogy a népben nem nagyon bíztak az emberek. Hogyha most megnézzük az alkotmányt, az elnököt nem a nép választja. Az elnököt nem közvetlenül választják, hanem elektorok választják, közbeiktatva a választópolgárok és az elnök közé, és több esetben fordult elő, legutóbb 2000-ben, hogy a kevesebb szavazatot kapott jelölt lett az elnök, és nem pedig a több. A kezdetben a szenátorokat nem közvetlenül választották. Az elnök és a szenátorok együttesen kell, hogy jelöljék, illetve jóvá hagyják a miniszteri kinevezéseket, a nagyköveti kinevezéseket, a szövetségi bírói kinevezéseket. A szövetségi bírókat életfogytiglanra jelölik ki. Tehát tulajdonképpen jó 1913 óta a szenátorokat is közvetlenül választják, de gyakorlatilag a rendszerben nagyon sok olyan elemet építettek be, ami ezt az elitet eltávolítja, a politikai elitet eltávolítja a köznéptől, és ki akarja küszöbölni a köznépnek a felelőtlenségét, vagy pedig a tudatlanságát. Tehát ez egyik dolog, ami nagyon lényeges ebben a szempontból. Ugyanakkor az, hogy most minőségileg ez mit jelent és mit nem jelent, én még mindig Ervin iránti tiszteltem fenntartása, mert azt mondom, hogy Amerikában én egy eléggé jelentős minőségi romlást látok. Tehát, hogyha visszagondolok arra, hogy milyen szintű viták folytak még a 60-as években is, és érdekes módon akkor 1960-ban volt az első tévévita John F. Kennedy és Richard Nixon között. És ez a tömeg médiának, illetve általában a médiának a hatását és a vizuális médiának a hatását rendkívül mértékben és nagyon eklatánsan jelzi. Akik hallgatták a vitát, azoknál Richard Nixon volt a győztes, akik nézték, azoknál John Kennedy. Mert a két ember közötti megjelenésbeli különbség, fellépés és minden egyéb. Tehát magyarul a tartalom egyre inkább a háttérbe szorul, és volt egy ilyen klasszikus
karikatúra egy politológiai könyvbe, ahol egy ember bemegy egy ilyen piároshoz Amerikába, aki hát úgy hanyagül ott az asztalnál, lábá fönn az asztalon, és ő megkérdezi, hogy most mit akar, és akkor hát azt mondja, hogy Amerika elnök szeretne lenni. És akkor hát azt mondja, ez a piáros ilyen megvetően ránéz, azt mondja, hát nézze, azt mondja, hát a kalapját én nem is akarom jellemezni, hát az a csontos a pofája, azt mondja, a szakáll az abszolút hát leírhatatlan, azt mondja, a ruhája, hát ne vicceljen már, hát mi a neve? Abraham Lincoln. Na most valóban tulajdonképpen azt mondani, hogy teljes mértékben előtérbe kerülnek ezek a vizuális dolgok a tartalma szemben, és az utóbbi időben, hogyha a vitákat nézzük, az elnökjelölteknek a vitáját, és nem tudom, a politikusoknak a vitáját, akkor hozzá kell mindenképpen megjegyezni azt, hogy ezek nem azok, amik voltak pár éve ezelőtt. Még egy dolgot gyorsan hozzátennék, hogy miért nincsenek komolyan viták. Nagyon sokat hallunk arról, hogy a magyar választási rendszer ilyen-olyan, meg amolyan, sok megjegyzést hallunk különböző helyekről. Az amerikai választási rendszer úgy van megcsinálva, hogy nagyjából 90%-ban újra választják az embereket. Tehát olyan bombabiztos választókerületeket hoznak létre. Most ebből kifolyólag a jelöltek tulajdonképpen nem a másik oldalra kell vitatkozzak, hanem a saját párton belül dől el. Ez azt jelenti, hogy a saját párton belül inkább a radikális hangvétel dominál, és ebből kifolyólag eltűnnek és eltűntek az utóbbi időben az amerikai politikai életből azok, akik úgymond a folyosó másik oldalra is átmentek. Rendkívül mértékben lelassult a törvényhozás, és ez az egész amerikai politikai rendszert megbénítja, mert jelen pillanatban egyszerűen úgy van az egész megkonstruálva, legalábbis ilyen pillanatban, hogy a demokraták egyszerűen élből úgymond elutasítak mindent, a republikások mondák, és vice versa. Tehát az egész rendszer ilyen módon már azt mondom, hogy nem teljesen jó, és ez is hozzájár az az emberek, az érzéshez, hogy az elit tulajdonképpen maga között leosztotta a lapokat, és az embereknek túl sok minden választási lehetőséget nem adott. Kíváncsi vagyok arra, hogy Ervin ezt hogyan látott. Tehát most még mindig egyrészt a minőségromlás témakörénél maradva, hogy a beszédtémák, a vitatémák, azok hogyan alakulnak itt mifelénk, Európában, vagy akár Magyarországon. Illetve, igen, nem, szerintem ez most így talán elég is lesz. Hát szerintem ez ugyanaz a kérdés, amit én próbáltam az előbb is mondani, hogy, és erre is csak akkor lehet válaszolni, hogyha bekapcsolunk más faktorokat is. Tehát a minőségromlás az úgy önmagában az egy érzület. Azt szerintem minden korban, minden ember mindig szokta érezni, lehet, hogy most kicsit jobban érezzük, mint régebben. Tehát itten az a kérdés, hogy tulajdonképpen mit is várnánk tulajdonképpen el? Induljunk ki mondjuk egy ideális szituációból, a politikusok ugyanúgy viselkednek, mint mondjuk 30 vagy 50 évvel ezelőtt, amire utaltál a Nixon-Kennedy korszakban, amikor bizony még a média éppen csak hogy megjelent, és a politikusok pedig nem voltak láthatóak. Na most kénytelen vagyok azt mondani, hogy az egy elég komoly faktor, hogy a politikusok ma mindent a szemünk előtt csinálnak. A tézisem az, hogy ebben a korban nem tudjuk kihordani a vitákat. Egészen egyszerűen azért, mert valljuk be, hogy mi ugyan szeretnénk, hogyha a politikusok minőségi módon működnének, de pokolian nem érdekel bennünket az, hogyha ők fontos tartalmi kérdésről vitáznak. Miért? Mert egy mozdulattal elkapcsoljuk a televíziót, amikor egy picikét komolyabb kérdések kerülnek szóba. Azért kapcsoljuk el, mert kérdés kerül szóba, vagy azért kapcsoljuk el, mert úgy is pontosan tudjuk, hogy melyik mit fog mondani? Mert hogy az a feltételezésünk, hogy mindegyik mondja a saját mantráját. Hát ne tegyünk úgy, mintha a világ nem változott volna meg körülöttünk, és nézzük meg, hogy a média és napi sajtó politika címszó alatt mit állít elő nekünk. Mi ebben a közegben vagyunk.
Ha most megkérdeznénk magunkat arról, hogy mit gondolunk például a magyarországi korrupcióról, akkor szerintem itt a teremben egy emberként mindenki fölállna, és azt mondaná, hogy hú, hát itt ez az egész Orbán kormány, ez ugye tele van korrupcióval. Orbán kormány azt mondja, hogy az ellenzék van tele korrupcióval, Medgyessy Péter azt mondta, hogy az SZDSZ van tele korrupcióval, és így tovább, tehát magyarán mindenki korrupt. Ilyen hangulatban tartalmi vitát véleményem szerint nyilvánosan nem lehet folytatni. Ezzel a politikának valamit majd kezdenie kell. Én azt tudom mondani, és akkor a populizmushoz annyiban visszakapcsolva, hogy a populizmus azért erősödhetett meg, mert nyilván az az érzületünk, hogy a politika nem tartalmi ügyekről folyik. Vagy azt is mondhatnám, hogy a politika nem őszinte, azt ezek a pártok, ezek úgy próbálják lereagálni, hogy na akkor mi majd őszintén, majd akkor mi föltárjuk az igazságot, majd mi megmutatjuk, hogy hogy kéne ezt a dolgot csinálni, ugye? Nyilván a Tamás által is említett elit, amelyik valóban mindenkorban mindig leosztja maga között a lapokat, mert attól elit, ezzel megint csak nem kell megijednünk, hogy ez így van, ez a politika természete. Itt az a kérdés, ugye, hogy ez a bizonyos populista idézőjelbe tett fenyegetés arról, hogy mi majd az igazat fogjuk mondani, ez veszélyezteti-e a demokráciát, avagy sem? Magyarán szerintem ez az egyetlen kérdés, ami igazából itt fontos, hogy ez a populizmus a demokrácián belül, vagy a demokrácián kívüli jelensége magyarán fel akarja-e számolni a demokráciát, akar-e a helyébe valami más rendszert állítani, avagy nem. Az én állításom az, hogy nem akarja felszámolni a demokráciát, nem akar más rendszert állítani, viszont az kétségtelen, hogy lereagálja az elmúlt évtizedeknek ezt a jelenségét, amit úgy próbáltam elmondani, hogy a politika belépett a láthatóság korába, ettől kezdve pedig senkit nem érdekel az, hogy egy párt, vagy egy politikus ténylegesen mit mond, vagy mit gondol. Senkit nem érdekel. Hát, bocsánatot kérek, ki elemez politikusi beszédeket? Kit érdekel, hogy valójában egy politikus mit mond? Tegye fel a kezdet, aki kormányprogramot, vagy pártprogramot olvasott valaha. Vagy ellenzéki. Na, azért vannak néhányan. Nekem ezt megelőző kérdésem, tehát, hogy igen, értem én, hogy a fontos kérdés az, hogy a populista pártok azok gonoszak vagy nem gonoszak, vagy demokrácia ellenesek, vagy nem demokrácia ellenesek. Oké. De onnan indultunk ki, hogy nagyon nagy a távolság az elit, meg a mondjuk így nem elit között. Vajon a populizmus-e az egyetlen válasz arra, hogy hogyan lehetne ezt a távolságot csökkenteni? Vagy van-e más variáció? Tehát vajon a politika kiszolgálója kell-e, hogy legyen az átlag ember vágyainak, igényeinek, vagy pedig éppen a politikának elől kéne mennie, és magával húzni azt, aki lejjebb van. Lehet, hogy ez populista kérdés. És mindkettőjüknek szól természetesen. Bocsánat, csak akkor egy mondatot mondanék erre, hogy szeretném Soros Györgyöt ide idézni, aki hát nem tudom, hogy kinek milyen benyomásokat kelt. Ugye Soros György ugye írt egy könyvet 2008-ban a 2008-as világgazdasági válság kirobbanásakor, és szeretnék önöknek ebből egy mondatot idézni arra vonatkozólag, hogy ő hogyan látta akkor ezt a helyzetet. Azt mondja, a szabad demokrácia, mármint nem a szabad demokrácia, tehát a magyar szabad, tehát a szabad demokrácia jól ismert alapfeltételei mellett elengedhetetlen a választók ragaszkodása az őszinteséghez. Soros Györgyről beszélek. És a hitelességhez. Ezeket a normákat pedig részletesen ki kell dolgozni, majd általánosan elfogadtatni. Na most, miről is szól ez? Egy iszonyatosan erős tartalmi elemről a politikában. Hallott-e valaki Soros Györgynek erről a mondatáról, miközben ma ugye azt látjuk, hogy ő a világ legnagyobb konspirátora? Érdekel-e bárkit, hogy ő mit mondott, mit írt? És ugyanígy végigmehetnék minden politikuson, aki valaha is két szót kiejtett a száján, senkit nem érdekel, hogy mit mond. Tehát itt szerintem arról van szó,
hogy és az ő modelljét szeretném mondani. Tehát ahhoz, hogy megoldjuk azt a kérdést, amit te felvetettél, először el kellene jutnunk oda, hogy egyáltalán értelmezzük a helyzetet, amiben vagyunk. Szerintem a helyzetet nem tudjuk értelmezni pillanatnyilag, vagy azok az értelmezések, amik vannak, azok köszönő viszonyban nincsenek azzal, amilyen helyzetben pillanatnyilag a világ van, és a populizmust azért nem lehet megoldani ráolvasással, rekesszük őket, különítsük el, rosszak ezek, stb. Stb. Mert ahogy próbáltam mondani, szociológiai okok hozzák ezt létre. És ezek a szociológiai okok pedig rendkívül mélyen, erre mondtam ezt a bizonyos diplomademokrácia kifejezést, tehát az, hogy a világ gyakorlatilag az egyenlőtlenségeknek olyan mértékétől szenved, amiről a Foreign Affairs folyóirat ugye 2015. decemberében egy tematikus számot tett közzé, és abban nem magyar szerzők, hanem nyugat-európai vezető szerzők beszélnek arról, hogy az egyenlőtlenségek elképesztő méreteket öltenek. Na most, ha egyenlőtlenségek vannak, akkor tisztelettel azt tudom mondani, hogy a politikai elitnek az a feladata, amit Soros György 2008-ban megfogalmazott, hogy is mondta, tehát az őszinteség, hitelesség, részletesen ki kell dolgozni egy új szisztémát ahhoz, hogy egyáltalán érteni tudjuk azt, hogy miben vagyunk. Ha ez nem következik be, akkor jönnek ezek a szokásos, felszínes és sehova nem vezető magyarázatok arra, hogy akkor a populista pártok rosszak. Hát persze, hát igen, de ezzel mondtunk bármit is. Jó, tehát nincs diagnózis magyarul, akkor ezt mondod. Hát ha nem értjük a helyzetet... Jó. Akkor majd a következő körben fel is kikérlek. Szóval, hogy csak a populizmus, azt hiszem talán onnan indultunk, hogy egyedül a populizmus az eszköz, amivel közelíteni tudjuk ezeket a nagy különbségeket, vagy távolságokat. Igen. Én a hitelességhez annyit hozzátennék, hogy Soros György nagyon szépen ír, és ugyanakkor pedig az amerikai politikát egyik leghitetlenebb figuráját támogatja Hillary Clintont. A jelenlegi két éllovas, tehát akik elnökjelöltek lesznek, az első támú két legjobban elutasított politikusa. Tehát tessék elképzelni azt, hogy a két legjobban utált politikusból kell az amerikaiaknak most választani, majd, hogy ki lesz az elnök. Ami hát egy ilyen kellemetlen választás, nagyon nehéz választani. És pontosan ez, amit még Ervi mondott, hogy a politikusok szem előtt vannak. De én nagyon úgy vélem, hogy a politikusok szem előtt levősége, ez gyakorlatilag olyan, mint amikor egy bűvész van szem előtt. Tehát csak a kezét figyeljük, de soha nem látjuk azt, hogy mi történik valójában. És a szavakkal sem látjuk, hogy pontosan mi történik. És erre jobban elfedik a dolgokat. Tehát például Amerikában már van egy úgynevezett Pentagon Speak. Pentagon Speak azt jelenti, hogy nem azt mondják, hogy hát véletlenül megöltünk 20 embert, hanem azt mondják, hogy járulékos veszteség volt. Vagy leküzdöttük az élő erőt. Tehát egyszerűen nem mondanak szavakat, a nyelvet megváltoztatják, és a nyelv maga a gondolat. A gondolat meg maga az ember. Tehát ez a politikai korrektség odáig ment, hogy minden visz nélkül egy olyan embert föl akartak mentetni, aki 4 embert elütött autóval, és a védőügyvéd azt mondta, hogy az influenza betegségbe szenved. Ez az effluence és az influenza összevonása, tehát a gazdagság betegségébe szenved, és egyszerűen ő annyira egy másfélek be, hogy az a 4 ember ott az úton nem is számított neki. És ez megjelent az amerikai bírói, mondjuk a bíróságon, ez az érv. Tehát ez riasztó azért, és hát én rengeteg példát mondhatnék még, de valóban nem akarom itt mutatni önöket azzal, hogy ez a fajta
a gondolkozásmód mennyire megkárosította az amerikai életet, és mennyire letompította, vagy egyszerűen elvette az élet az igazi vitáknak. Most ilyen pillanatban például átírják a történelmet. Tehát már írtak Her Story-t, History helyett. A fehér halott filozofusokat kiírtják a nyugati civilizációs kurzusokból. Megtámadták a Woodrow Wilson Centernek a nevét, mert Woodrow Wilson annak idején helyesett a rabszolgaságot, volt ez 100 évvel ezelőtt. Ilyen alapon Washington, mint főváros meg lehetne változtatni, rabszolgatartó volt, Thomas Jefferson rabszolgatartó volt, plusz rabszolgátó gyereke volt, és így tovább. Az egész amerikai pantánt ki lehetne söpörni. De ez egy nagyon erős mozgalom, és nem tudnak ellenük mit csinálni. Bevonulnak az egyetemi campusokra, és ott randelíroznak, és helyette a dékánt váltják le, aki valami józan szót mond. Tehát az a politikai korrektség egyszerűen egyfajta, hát diktatúrává vált, én azt mondom, kicsit szélsőségesen megfogalmazva, és a populizmus ez ellen is föllép. Tehát azt mondják, hogy nevezzük nevén a gyereket. Tehát ne azt mondjuk, hogy minden bevándorló szép, hanem van igazán olyan is, aki nem szép. Ne azt mondjuk, hogy nekünk milyen jó ez a globalizmus, mondjuk azt, hogy kérem szépen, itt lesznek vesztesek és nyertesek, maguk éppen vesztesek, a rossz oldalon vannak, tűnjenek el, 30 éve nem emelkedik a munkabérük, két kereső nem tud már eleget keresni ahhoz, hogy gyereküket tanítassák. Az a reality show, ahogy Donald Trump mondja, you're fired. Tehát nagyjából ez a fajta szemlélet van, és paradox módon különben ez a populizmusnak egy másik oldala, hogy azok az emberek, akik most Donald Trumpot rettentő módon támogatják, azok tulajdonképpen nagyon rosszul járnának egy Trump elnökséggel, hogyha egyáltalán Trump meg tudja csinálni azt, amit akar. Csak egy példát mondok, Trumpnak az egyik ilyen híres ígérete, hogy ő majd 45%-os importvámadót vett ki a Kínából származó árukra. Most kezdjük azzal, és ez a minőségre visszatérek, hogy az emberek nem adnak össze kettőt meg kettőt. Trump ezt nem teheti meg alkotmányjogilag, egy egész országra kiterjedően nem vetett ki importvámadót globál. Egyes árukra lehet, mint annak idején mondjuk a francia borra vagy a sajtra, de így nem lehet, hogy az összes franciára. Másodszor nemzetközi szerződések van, a külkereskedelmi szerződés és így tovább. Harmadszor, hogyha ezektől eltekintünk, és hogyha megemelni ezeknek az árát, akkor pontosan azok járnának jó rosszul, akik a Kmartban, meg a Walmartban, meg ilyen helyeken Kínában készült árukat veszik olcsón, és utána pedig, hogyha ezek eltűnnének, akkor egyszerűen nem tudnák megvenni az élelmiszert, vagy nem tudnák megvenni a tornacipőt és sok minden egyebet. Tehát egyszerűen annyira nem gondolkoznak az emberek, és a politikusok meg egyszerűen populista módon bármit mondanak nekik, és ahogy Ervin mondta, bármit mondhatnak, ez nem jut el valóra tudatukig. Úgy van kondicionálva, hogy egyszerűen nem is gondolkoznak ilyen dolgokról, és emiatt aztán valóban azt lehet mondani, hogy a távolság még nagyobb lesz, mert gyakorlatilag minden mögé oda tudok állítani több tízmű embert, hogyha kellőképpen harsányan és meggyőzően védetem azt a valamit, amit el akarok adni. De akkor ezek szerint egyrészt abból, amit mondod, azt hallom ki, hogy a populizmus az egyrészt az őszinteséghez való visszatérés, tehát kimondjam azt, amit sokan nem mondanak igen, ki. Bizonyos szempontból igen, tehát elekük van abból, hogy tehát Hillary Clintont megkérdezték, hogy ő mindig igazat mondott-e az embereknek. Erre azt mondta, hogy mindig megpróbáltam igazat mondani. Akkor utána megkérdezték tőle, hogy hát ugye megszavazta az iraki háborút, hogy most az nem volt-e hibára. Azt mondta, hogy nem értek egyet az akkori döntésemmel.
vagy amikor kirobbant ez az e-mail botrány, 60 ezer e-mail a saját szerverén, mint külügyminiszter, először azt mondta, hogy hát az a lánya esküvője, meg az édesanyja temetése. Akkor mondták, hogy 60 ezer e-mail kicsit sok erre a kettőre, akkor, hát akkor néhányat, de azok semmi olyan nincs benne, ami ne lenne titkos, vagy bizalmas, akkor mindig egy-egy lépést lépnek hátra. Vagy nagyon jellemző az, hogy amikor bejelentette, hogy elnökségért indul, ott ült a New York állambeli háza előtt, úszómedence mellett, és utána pedig hát mondta, hogy hát amikor Bilel eljöttek a Fehér Házba, akkor ők hát mély szegények voltak. És a riporter, és ez a média különben, nem kezdte meg, hogy bocsánat, miért voltak mély szegények, mert az a pár százezer dollár, amit az elnök kap, az nem a mondjuk a General Electric vezérigazgatásának a fizetése, de hát hogyha meghúzzák a nadrágszíjat, akkor azért futja erre arra. És azért nem kezdte meg, mert akkor azt kellett mondani, hogy azért, mert kb. A 30-40 év, amióta a politikában vannak, azóta ügyvédek hadát tartják el az összes nagyon-nagyon necces ügyeiket kimagyarázni és eltüntetni, kezdve attól, amikor a Bill Clinton még kormányzó volt, Hillary Clinton volt a helyi ügyvédi iroda beltagja, ügyvédi iroda megvette egy földdarabot $1000, mondjuk csak az arányokat mondom, amit az állam két év múlva $100,000 kisjátított. Ezzel kezdődött, és utána hosszú, ez volt a Whitewater ügy, és utána pedig volt a Travelgate-től kezdve annyi ügyet, amennyit itt hosszan lehetne sorolni, és ez végig a Clinton házaspár volt. Most ő lesz az elnök valószínű. Ezek után, hát hogyha hitelességet számon kérünk, akkor azt hiszem, hogy rossz úton járunk. Jó, akkor viszont nem tudjuk megkerülni azt, Ervin, hogy elmondd, amit tudsz. Tehát, hogy mi a diagnózis? Akkor nézzük meg, hogy milyen helyzetben vagyunk. Korrigálom az előző mondásomat. Tudni vélem, tudni remélem, bizonyos morzsákat elképzelhető, hogy sejthetnék, és így tovább. Egy mondaton belül elég szép sasszé volt. Igen, mert rájöttem, hogy azért ez nem volt egy korrekt megállapítás, amit az előbb tettem. Tehát, ugye, most itt, amit a Tamás mond, tényleg, hogy mennyi mindent ugye eltitkolt Hillary Clinton, meg nem tudom én, meg nyilván mindenki, az megint fölvet az emberben egy kérdést. Én nem ilyen aktuálpolitikai szempontból nézem ezeket a dolgokat, hanem a politika természetére próbálok rákérdezni. 1990-hez térek megint vissza. Tehát bizonyos értelemben ugye az nekünk tényleg azt ígérte, hogy nyílt és nyilvános lesz a politika, őszinte lesz. Ugye Soros Györgyöt sem azért olvastam fel, hogy a mostani tevékenységéről mi a véleményünk, hanem azért, hogy lám, még ő is azt mondta a történelem egy pillanatában, hogy bizony el kell magyarázni a dolgokat ahhoz, hogy az emberek értsék. Sem neki nem sikerül, sem másnak. Valami... De azért nem sikerül elmagyarázni, mert nem tudjuk elmagyarázni, nem tudják elmagyarázni, vagy mert senkit nem érdekel. Mind ez a kettő magyarázat. Benne van. Szóval most akkor hadd hozzak példát, ugye a magyar miniszterelnök, a jelenlegi magyar miniszterelnök beszédeit, nem tudom, ki szokta megnézni. Elképesztő mennyiségű olyan dolog van benne ezekben a beszédekben, mint ahogy nyilván az ellenzék politikusainak beszédeiben is, amit egy normális politikai légkörben el lehetne kezdeni vitatni és megbeszélni. Mondok önöknek egy példát. Ugye a magyar alaptörvény 5. évfordulójára Orbán Viktor mondott egy beszédet a parlamentben. Nem tudom, látta-e önök közül valaki. Ha látta, nem tudom, hogy emlékszik-e arra, hogy mi volt abban, ugye? Tehát, és ez csak egy beszéd. És ebben a beszédben a következő gondolat hangzott el. Az a gondolat, hogy ahhoz, hogy Magyarországon a két Magyarország együtt éljen, tulajdonképpen nem is biztos, hogy bármiben egyet kell értenie a két Magyarországnak. Ugye, mi a standard nézet nálunk, hogy hát először is hú, de nagy baj, hogy ez szétszakadt, ketté az ország, kettő, hogy azért valami együttműködés kéne. Orbán Viktor ebben a beszédében, javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, és saját szemével győződjön meg, azt mondja,
hogy a mai korszakban ez lehetetlen, hogy a két tábor egyetértsen egymással, ez viszont nem akadályozza meg azt, hogy rendezetten együtt éljünk. Ez egy tartalmi, vagy ha tetszik, vitára serkentő gondolat. Nem láttam olyan magyar elemzőt, olyan magyar ellenzéki pártot, olyan magyar embert, aki hallott volna erről a mondatról. Ugye? Akkor miről is beszélünk tulajdonképpen? Ugye ez egy világos ajánlat arra vonatkozólag, és szerintem egyébként egy nagyon érdekes ajánlat egy olyan helyzetben, amikor mi még ott tartunk, hogy a két Magyarország egyetemért szakadt szét. Szétszakadt, mint ahogy Amerikában is szétszakadt, ugye mondjuk ki nyugodtan, amerikai szerzők mondják, hogy a polgárháború korához hasonló állapotok vannak körülbelül, olyan szintű a republikánusok és a demokraták ketté osztottsága. Most sopánkodhatunk ezen, hogy így van, és mondhatjuk reggeltől estig, hogy a Fidesz szétszakította az országot, stb. A másik lehetőség, hogy elkezdünk azon gondolkodni, ez egy tartalmi dolog lenne, de valahogyan ez a tartalmi kérdés soha nem jön elő, mert erre ugye ebben a légkörben nincsen esély, hogy ezt megtegyük, hogy tényleg gondolkodjunk azon, hogy ha szétszakad, ugye úgy szoktuk szakszóval mondani, hogy polarizálódik, hát az amerikai irodalom tele van azzal, hogy Amerika végletesen polarizálódott. Ők sem fognak tudni ezzel mit kezdeni. Amerikai politológusok özöne ír erről. Ha Magyarországon olvasnánk amerikai politológusokat, akkor azt mondanánk, hogy Amerika majdnem jobban szét van szakadva, mint Magyarország, azt gondolom. Na de ehhez egy olyan légkör kellene, amit hát nem tudom, elő lehet állítani. Én egyébként, ha azt kérdezed, hogy mi a megoldási javaslatom, elemzőként azt tudom mondani, hogy ezeket egyáltalán érdemes lenne elolvasgatnunk néha. Egyáltalán, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet, esetleg megnézni különböző politikusok beszédeit. Ugyanis, hogyha a korrupciónál leragadunk, akkor ezzel tulajdonképpen mi fönntartjuk a rendszert, és működtetjük a rendszert, és egy jottányi esélyt nem adunk arra, hogy ebből valaha ki tudjunk mászni. Tehát ennek ugye ez a legnagyobb problémája, hogyha kialakul ez az ördögi kör, akkor ugye mindenki Lánci András egyetlen mondatát fogja idézni, és ez pedig az, a jelenlévők biztosan tudják, hogy a Fidesznek a politikája tulajdonképpen az, ami ma történik, ezt az ellenzék úgy értelmezi, hogy igen, a Fidesz politikája a korrupció. Kész. Ennyi Magyarországon a vita. Na már mostan, hát ebből a helyzetből nem nagyon tudom, hogy hogy lehet másképp kitörni, mint úgy, hogy ilyen mondatokat igenis be kell idézni, mint amit Soros György mondott, és nem azért, mert szeretjük vagy nem szeretjük Soros Györgyöt, hanem azért, mert ő neki is volt eszméje. Szerintem a politika egyébként eszmékről szólna. Ez lenne az az ideális állapot, amit valószínűleg nagyon hosszú időn keresztül még a jövőben nem fogunk elérni, mert minden megváltozott körülöttünk. Fel kell fejteni az okokat ahhoz, hogy ezen változtatni lehet. Ezt én értem, csak arról, amiről te beszélsz, arról megint csak az elit vitatkozna. Tehát hol van itt az a széles tömeg, aki nem elit? Tehát ugye azt mondjuk, hogy a fő baj és a bajok eredője az, hogy szétvált egymástól az elit, meg a leszakadó rétegek, vagy nem tudom, hogy nevezem, nem tudom, hogy a jó kifejező. Elit és nem elit, mondjuk. De az, hogy a nem elit nem érdeklődik a tartalom iránt, fogalma nincs arról, sok esetben mondjuk arról se, hogy ki a pénzügyminiszter, ha van olyan éppen egyáltalán, de hogy ilyen mondatok előkerüljenek, és ezt bárki elolvassa, ez megint az elit küzdelme. És akkor megint ott tartunk, hogy hol vannak a többiek. Csak megjegyezném, hogy tulajdonképpen a választ esetleg már megadták 1930-ban. Ortega y Gasset megadta a tömegember és a tömegtársadalom és a tömeg minden. De nagyon erősen él a gyanú bennem, vagy a gyanú perrel élek, és most Amerikáról beszélek csak, hogy tulajdonképpen az elitnek ez nem annyira rossz. A szétszakadottság? Igen. Tehát az elit fokozatosan növelte a befolyását minden téren, és utána
óriási mondjuk média támogatása, mert a média is része ennek az egésznek, mindezt eladja az embereknek, akik azt hiszik, hogy ők befolyásolnak bármit is. És hogyha most például az amerikai jelenlegi populizmusról beszélünk, akkor meg kell mondani azt is, hogy ennek a populizmusnak az egyik okozója, idézőjelben, tehát Trump egyik okozója, az Barack Obama. Nem személyesen, akik őt úgy festették be, mint aki a vízen jár. Biztos emlékszik mindenki arra, amikor eljött Európába, mint elnök jelölt, és Berlinbe egy olyan 200-es tömeg fogadta, mint hogyha valami rockstar lépett volna föl. És most megint csak egy példát mondok, hogy Nagy Hangon bejelentette, hogy és akkor a második napon, vagy az első napon elnöksége alatt be fogja zárni a Guantanamót. És akkor annak idején még vitáim is voltak erről, mondtam, hogy ez nem lesz olyan egyszerű dolog, mert különböző jogi meg egyéb dolgok vannak, ami ez nem olyan egyszerű, de hogy ugye ő az, aki majd itt az egész politikai ezt az ördögi kört meg fogja törni, és akkor véget fog vetni az amerikai, illetve a Bush kormányzat által folytatott politikák, ami a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyta, egy oldalon beavatkozott, stb. Stb. Tavaly elmondta Barack Obama azt hiszem a 7. vagy 8. State of the Union beszédét, ahol megígérte, hogy be fogja zárni Guantanamót. Az Obama rendszer több dróntámadást tartott végre, amelyek gyakorlatilag ugye mind nemzetközi jogba ütköznek, idegen állam területe, légtérsértés, mind egyéb, mind a Bush adminisztráció a 8 év alatt. Ugyanúgy folytatja az egyoldalú politikát. A Békronton úgy folytatta, nem volt föltalmazás az amerikaiaknak a boszniai beavatkozáshoz, a koszovói beavatkozáshoz, kitálták helyette a humanitárius beavatkozást, kitálták helyette ezt a right to protect-et, kitálták helyette sok mindent. Tehát gyakorlatilag a politikai elit a két oldalon nagyon jó megvan egymással. És ebbe ezt a konszenzust rúgta föl Trump, illetve Bernie Sanders. És érdekes módon Trump úgy adja el magát, mint aki nem tagja a belső körnek, holott ő azért tagja a belső körnek, mert azért egy Wall City vagy egy New Yorki milliárdos azért nem egy outsider. Bernie Sanders inkább az, és hogyha hitelességről beszélünk, akkor Bernie Sanders a leghitelesebb, annak ennél, hogy én nem fogadom el a politikáját. Ő egy ilyen európai szociáldemokrata színezetű, de az ő száma is stimmelnek. De hogyha amikor a számokról beszélünk, Donald Trump megígérte, hogy az amerikai államadósságot 8 éven belül visszafizeti, ez 19 billió dollár. Ezen kívül megérte, hogy infrastruktúrális beruházások, stb. 15 billió dollár következő 10 évben. Tehát magyarul 35 billió dollárt ígért, és az emberek, senki nem kezdte meg, hogy bocsánat, ezt hogy fogja megcsinálni. Adó csökkentés X föl, tehát behoz 2 milliárdot. Szóval egyszerűen az emberek, nem is tudom, hogy fogalmazza meg, mert volt ugye ez a régi latin mondás, az emberek azt mondják, hogy becsapják őket, és be is csapják őket, ez a mundus vult decipirago decipiatur. Tehát valóban ez van, elhisznek szinte mindent, lelkesen a legvadabb dolgokat megéljenzik a saját érdekeikkel szembe különben. Hogy egy kicsit mondjuk magasabb szintre emelkedjek, hogyha lehet, hogy a republikánusok általában mindig a vagyontárgyakkal rendelkezők, tehát annak az érdekét képviseltük, a demokraták pedig a munkából élőkét. És most a munkából élők azok, akik elsőbb a Trump mögé állnak, holott, ahogy mondtam már, hogyha Trump egyáltalán végrehajtatná a politikát, amit mond, akkor nagyon rosszul járnának. Az egy másik kérdés különben, hogyha véletlenül megválasztják,
mondjuk ennek a 10%-a se lesz meg, mert abban a pillanatban be fog kerülni egy nagyon erős közegbe, ahol az első nap föl fogja keresni őt a Lockheed Martin vezetője, meg a Boeing vezetője, meg az Ascendanian Midlands vezetője, meg a Pentagon egy-két tábornoka, meg egy-két Texaco mobilnak a vezigazgató, és akkor megmondják neki nagyjából, hogy meddig van a pálya, és milyen ponton lépi túl a dolgokat. Tehát nem kell annyira megijedni különben ilyen Trump elnökségtől se, annak ennél, hogy valószínű Clinton, de hogyha így folytatja Clinton fel, hogyha itt valami bírósági eljárás lesz elne, akkor elképzelhető módon akár Trump is elnök lehet, ami abszolút lehetetlennek tűnt pár hónap ezelőtt, és az nem fogja ott tenni az amerikai demokráciák, a demokráciák általában, és a minőségnek, mert ez a minőség ellenforradalma szerintem. Csak egy fél megjegyzés, hogy ezek szerint nem a populizmus, nem az a kérdés, hogy a populizmus hogyan van jelen a politikában, hanem hogy maga a politika populista, cakkumpak. Ezt még emésztem, ezt a kérdést. Viszont ahhoz, amit Tamás mondott, tehát azért az, hogy a Trump mögé most már a John McCain is beállt, ugye azért az jelent némi fordulatot ahhoz képest, hogy ugye pár héttel korábban még mértékadó republikánus nem támogatta, de hát nyilvánvalóan egyre többen fognak beállni, ez most már eléggé világosnak látszik. Tehát ezt szeretném fűzni, de egy picit... Bocsánat, ez pártlogika, vagy pedig valóban értékközösség? Hát a helyzet ugye az, hogy ha látunk, vagy szoktunk nézni amerikai filmeket, amelyek hál' Istennek nekünk bemutatják szépen az amerikai politika belső működését, csak úgy zárójelben kérdezem, hogy majd magyar filmet látunk-e valaha, ami a magyar politika belső működéséről szól, akkor tudjuk azt, hogy milyen belső alkuk zajlanak az amerikai politika berkein belül. De amit igazából mondani szeretnék, vagy visszavinni oda, hogy tehát egyáltalán és európai szinten ez a populista párt dolog, ez mivel lehet összefüggésben? Tehát mert ugye azzal indítottam, hogy 90 környékén ez a kérdés teljesen értelmetlen lett volna, mert teljesen másról szólt. Na most én szerintem itt megint van egy olyan dolog, amit magyar választók az utóbbi időben ismerhettek meg. Ez pedig ugye a bevándorlás kérdése. Miközben Európában ugye ez évtizedek óta létező dolog, 1990 környékén is létezett már, de valljuk be, hogy az elmúlt évekig a magyar sajtó vagy a magyar nyilvánosság a mi szakmánkat is, tehát a politológiát is beleértve ezt a kérdést nem nagyon tárgyalta. Tehát az, hogy a populizmus megerősödött, az azzal függ össze, hogy Európában ez egy folyamatosan jelenlévő dolog, akkor is, hogyha a liberális demokráciák erősnek mondták magukat, mint ahogy 1990 körül nagyon erősek voltak. Itt konkrétan ugye teljes mértékben átalakultak, vagy nagy mértékben átalakultak ezek a nyugati társadalmak. Ezt világos, hogy sehol a Földön nem lehet megcsinálni úgy, ugye, hogy hát ne érinteni az adott társadalmakat. Csak hogy visszatérjek ugye például az általam emlegetett Fukuyamához, hát a Fukuyama-Huntington vita a 90-es években miről is szólt? Arról szólt ugye, hogy Huntington azt mondta, hogy a kultúrák háborúja fenyeget szemben a Fukuyamával, ugye? És a kultúrák háborújában az iszlámot jelölte meg, mint az egyik legnagyobb veszélyforrást. Jelzem, ezt Fukuyama is a válaszkönyvében, meg a válaszcikkeiben írja, és még napjainkban is visszatér rá, hogy nem jött be az, amit ő jósolt ugye a 90-es évek elején. Tehát summa summarum, itt megint egy szociológiai dologról van szó. Én végig azt próbálom hangoztatni, hogy ne válasszuk ezeket a dolgokat el. Hamis elemzői hozzáállás az, hogy beszélünk a populizmusról úgy önmagában, és nem beszélünk a társadalomban rejlő vagy zajló folyamatokról és változásokról. Ha ezeket nem veszük figyelembe, akkor mindig oda jutunk, hogy el kell szigetelni a populista pártokat, de azok valahogy nem akarnak elszigetelődni, hanem egyre magasabb a befolyásuk. Ezt az ellentmondást lassan érdemes lenne komolyan venni, mert ha ezt nem tesszük, akkor gyakorlatilag csak ismételgetjük imamalomszerűen a szokásos téziseket, és nem fog történni semmi. Radikalizmus és populizmus az szinonima?
Mert ugye a radikalizmusról is ugyanez van, hogy szigeteljük el. Hát csak éppen akik őket támogatják, azok a legkevésbé sem kívánnak elszigetelődni. Jó, de akkor most egy történelmi példát hadd mondjak. Nagyon-nagyon radikális volt a szociáldemokrácia a 20. század elején, addig, amíg az általános választójogot ki nem harcolta. El akarták szigetelni, le akarták választani, és így tovább. Ha nem történik az az akkor radikálisnak nevezett dolog meg, akkor egyáltalán az a fogalom, hogy liberális demokrácia ma ismeretlen fogalom lenne, mert ugye már akkor is a két elem között folyt a vita. Tehát magyarán azt tudom mondani, hogy a radikálisnak tűnő dolgok, azok hát önmagában megint csak nem jelentenek veszélyt olyan értelemben. Persze, hogy veszélyt jelentenek abban az értelemben, hogy felborítják az addigi status quo-t. De ezt megint csak megtanulhattuk minden nyugati elemzőtől, hogy a demokrácia az nem egy örök és kész rendszer, amit egyszer valaki bevezetett, és utána 50 év múlva is az pont ugyanúgy fog működni. Ez nonsens. Ez csak a magyar közegben tűnik egy ilyen igazságnak, aminek semmi köze ahhoz, hogy hogy néz ez a dolog ki valójában. Mondjuk Amerikában beszéltünk jobboldali populizmusról és baloldaliról. Tehát a jobboldali populizmus inkább szeretné lenyesegetni a baloldali populizmusnak a vadhajtásait, és mondjuk ennek a társadalmi háttere érdekes, hogy az amerikai társadalom, hát a veszőparipámnál ez a lefelnivel állódás, egy 90-es években jelent meg nagyon érdekes könyv, Paul Fussell nevű szociológus írta, úgy folytották magyarra, hogy osztálytalan Amerikába. Az eredeti cím egyszerűen az volt, hogy class, amiben 9 különböző csoportba sorolta az amerikaiakat, de az egyik, csak az egyik címet akarom idézni, az volt a címe, nagyon ügyes folytás, az nem Bart István volt, hogy prolet kötőjel ár. Tehát, hogy az a fajta mondjuk gondolkozásmód terjed, ez a tömegkultúra által kinevelt, relatív jó által kinevelt gondolkozásmód terjed, ami nem radikális különben, hanem pontosan nagyon sok szempontból megtartó akar lenni. Egy régen visszahozható dolgot, amit Tervi mondott, hogy hát változik a társadalom, és ők nem szeretnék, hogy változzon. Tehát ők még mindig azt szeretnék, hogy a detroiti autógyárban még mindig tömegtermelés folyjon, és ne a japán autók dominálják a piacot, és a minden második autó az amerikai, és nem minden negyedik, és így tovább. Ez már soha nem fog visszajönni nekik. Tehát ők inkább ez a visszafele néző, és nem radikális egyáltalán. Persze van populizmus, ami radikálisabb, de az a radikális populizmus általában inkább a politikai életet szeretné megváltoztatni. Ennek idézőben jobb oldala is vannak, tehát a képviseleti demokráciát szeretné kicsit föllazítani, hogy a képviselet az arányosabb legyen, illetve jobban megfeleljen az emberek kívánságainak, és visszatérünk a sokszor emlegetett mondjuk héza vagy szakadékhoz, az elit és az emberek között, hogy ez valahogy szűküljön. Ez csak egy mondat, hogy hát remélem a detroiti főpolgármester látta tegnap Orbán Viktor Dunaújvárosban. Tehát van erre vonatkozólag is pozitív példa, hogy lehet egy hát, iparvárost visszaállítani régi fényébe bizonyos értelemben. Jó, lassan-lassan itt az asztalnál befejezett. Szeretnénk lehetőséget adni a jelenlévőknek is, hogy kérdezzenek, tehát egészen bátran. Még egyet kérdezek, mert akkor ugye a kör lassan bezárul, hát rettenetesen sok ága és boga lenne még természetesen, de az elején azt kérdeztem, hogy mi a populizmus definíciója. Most, hogy így itt ülünk egy jó 80 perce, most egy picit közelebb vagyunk hozzá, hogy megmondjuk, hogy mi az a populizmus? Hát
nem vagyunk közelebb. Én legalábbis kudarc. Nem, mert én nem arra próbáltam koncentrálni, hogy definíciót adjak, hanem egy pár szempontot próbáltam fölvetni. Nyilván lehetne olyasmiket mondani, hogy a populizmus elitellenesség, a populizmus ugye az igazság politikájának a megvalósítása a hazugsággal szemben, ha tetszik, radikalizmus, de ezekkel szerintem nem sokra megyünk. Hát igen, mert ha ilyesmiket mondasz, akkor ez nagyon vonzó dolog, tehát akkor legyünk mindjárt populisták, tehát éljen az igazság, nem? Előre. Hát ilyen értelemben nem véletlenül olvastam Soros Györgyöt, a legnagyobb populista idézetet olvastam tőle, hiszen az őszinteségre szólított fel. És nyilvánvaló, a probléma szerintem mondom abban van, hogy amikor én arról beszéltem, hogy ilyen társadalmi faktorok, akkor én szeretném itt hozzávenni a magunk faktorát. Tehát minket választókat, vagy minket állampolgárokat se hagyjunk ki a dologból. Nálunk ellentmondásosabb lény kevés van, szerintem. Tehát miközben őszintességet várnánk a politikusoktól, mit is értünk őszinteség alatt? Most tegyük föl magunknak ezt a kérdést. Tehát mi lenne az ideális politikus szerintünk? Én nem biztos, hogy szeretnék mindent tudni, amit a politikus tud, megmondom őszintén. Ugye Gyurcsány Ferenc tette erre például célzásokat, hogy az MSZP-t hogyan támogatták, aztán ezt úgy függőben hagyta, és gondolom elég sok ilyen kitételt lehetne a politikusoktól hallani, tehát nem tudom értelmezni az őszinteség kategóriáját a politikában. Sajnos a politikában attól félek, hogy nem lehet őszintének lenni. Gyurcsány Ferenc példája, ha már őt hoztam, hát bebizonyította, ugye, hogy úgymond az a beszéde, amit ő elmondott, teljesen óvatlanul, mert az is egy, hogy mondjam, őszintességi faktor, hogy valaki nem figyel arra, hogy a beszédét esetleg valaki fölveszi és kijátsza, hát ez az ő politikai karrierjét végérvényesen ketté törte, ugye? Tehát ilyen értelemben nézzük meg, hogy azok a politikusok a hatékonyabbak, akik azért jó taktikusok, jól bánnak azzal, jól adagolják az információkat, és így tovább. Én ezt nem tartom egyébként negatív dolognak egy politikusnál, és mondom, mi szerintem ellentmondásos lények vagyunk, mert egy teremben ül 50 ember, 50 teljesen különböző elképzelésünk van arról, hogy mit értünk őszinte politika alatt, hogyan képzeljük el, hogy a politikus mit csináljon, javítson a mi anyagi helyzetünkön, valósítsa meg a mi eszményeinket. De milyen eszményeinket? A nemzetállam iránti elkötelezettségünket, a globalizáció iránti? Ezer millió olyan kérdés merül föl. Tehát summa-summarum azt akarom kihozni belőle, hogy a kontextusok döntik el, hogy a populizmust hogy értelmezzük. Én amellett próbáltam érvelni, hogy szerintem a populizmusnak vannak olyan előnyei, amelyek nélkül egy demokrácia kevésbé lenne stabil, és az egyik, hogy intézményes szintre tereli a konfliktusokat. Ezt én egy fontos dolognak tartom. Ez most nagyon meglepő, hogy a politika legmagasabb szintjeire is ez beköszöntött, pláne Amerikában, ugye? Mert Európában még csak egy-két halvány jel van arra, hogy esetleg ott is lesz ez, például, hogy Ausztriában most állt az ászló egy rövid ideig, hogy ott is ez bekövetkezik. De hát előbb-utóbb, hogyha a mainstream politika nem tud kitalálni valamit, akkor ez szerintem elkerülhetetlen lesz. Már hogy a populizmus bejöjjön még följebb, igen. De ezek szerint, amit Tamás mond, az alapján meg azt értem, hogy a populista előbb-utóbb szépen bele fog simulni úgyis a mainstreambe, mert hogy előre jut azáltal, hogy szép dolgokat mond, aminek mindenki örül, őszinteség, aztán ha oda kerül, döntő pozícióba kerül, tehát hatalmi pozícióba, akkor be fogja látni, hogy ez az őszinteség azért csak korlátozott mértékben lehetséges. Igen, tehát a korlátozott őszinteség korlátozott mértékű megvalósítása. Az őszinteség, azt hiszem, Kosztolánynak van egy novellája, ahol mindenki őszinte lesz, és egy napon belül az egész város egymás torkán kesük, mert amikor nem azt mondják, hogy jaj, milyen jó színbe vagy, akkor elmondja tényleg, hogy hát milyennek látja. Tehát az őszintesség, most a Tervi mondott, hogy hogy mi is felelősek vagyunk, nyilvánvalóan
időzelben az emberek tudnak kikényszeríteni azt a politikusoktól, hogy komolyan vegyék őket. Tehát én nagyon erősen az a gyanúm, hogy nem nagyon veszik a, úgy általában anglobál a politikusok komolyan az embereket. És a populista azt ígéri, hogy majd én komolyan veszlek, igen? Igen, ő azt ígéri, de tulajdonképpen neki ez a trükkje. Tehát van szó sajnos a modern politikai életben, hogy szépen becsomagoljuk a dolgokat, és nagyon sokat mondom azt, hogy Amerikában például ezek a kampánymenedzserek, ezek úgy beszélnek a képviselőjelöltekről, elnökjelöltekről, hogy a kliensem, az ügyfelem. Mert mondjuk ott volt a Clinton csapat a 92-ben, ugye az a csapat Ehud Barakról miniszterelnököt csinált, Boris Jelcint megválasztott elnöknek, egyik részük Megyesi Pétert a miniszterelnöki székbe ültette. Ugye nagyon érdekes volt, hogy a Barack Obama mondjuk befolyásosabb kampánytanácsadója a tavalyi brit választásokon két ellenkező oldalon volt, az egyik a munkáspártnak volt tanácsadója, a másik a konzervatívoknak. Hát ha ügyfél-ügyfél, akkor ügyfél, a megrendelés ügyfél, kell aki teljesíteni. Aki megfizeti, az tehát sőt, a politikusoknak a nehéz és ilyen. Eisenhowerről mondták annak idején, hogy el tudták képzelni mindenik pártba. Most itt is nagyon sok embert el tudnál képzelni bármelyik pártba, mert felcserélhetők tulajdonképpen. Jó, hát akkor így első körben köszönöm. Kérdés van-e? Morajok voltak, tehát hátha, tessék. Beszélgetés folyamán egy ilyen akarvalkatni egy ilyen párc, amit kérdezett ott a katolikus egyházban zajlott folyamatok kapcsán Ferenc pápa, mint a populizmusnak egy megtestesítője akár, de lehet ilyen hangokat is találni. Lehet-e valamit tanulni Ferenc pápa populizmusából, és hogy mi az, ami, hogy ő igazából olyan diskurzusokat hozott be, kifejezetten amúgy a politikai életbe is, amik elképzelt, hogy olyan konkrét problémákra világítanak rá, de mondjuk be lehet vonni azokat is, akiket most nem értelmiségiként, nem tudom, ilyenkor mikre gondolunk értelmetlenségért, vagy kik azok, akik nem értelmiségiek, vagy kik azok, akik nem az elithez tartoznak, de hogy lényegében többeket is be lehet vonni, például a túlfogyasztás, vagy a környezeti problémákra való odafigyelés, tehát ez egy újabb diskurzus, amiben szélesebb körbe be lehet vonni embereket, és nem csak egy ilyen játéka az elitnek, hogy amiben most itt belekerültünk, hogy mondjam, ez most feloldható-e az a nagy ellentét azáltal, hogy az elit emberei ezen gondolkodnak, vagy pedig valóban be lehet vonni az eliten kívülieket is, mondjuk egy ilyen környezeti témával. Elképzelhető, hogy a természet kikényszeríti ezt, hogy bevonjuk ilyen pillanatban, hát most az amerikaiakkal akarok szorítkozni, az amerikaiak nagy része nem hisz a klímaváltozásnak és ilyen dolgoknak. Trump sem hisz. Tehát, hogy ez nem... Hát ciklikusság van, hol egy kicsit melegebb van, hol egy kicsit hidegebb, most éppen egy kicsit melegebb van, de ennek semmi köze nincs az emberhez. És azért nem nagyon bolygatják ezeket a dolgokat, mert az amerikai társadalom mondjuk a waste, tehát a pazarlásra épül. Amerikaiak alkotják a világ népessége 6%-át, és a világ szemetének 50%-át termelik. 50. Tehát hihetetlen mértékű a természeti erőforrásoknak a pazarlása. Az egész amerikai történelem erről szól, hogy egy végtelennek érzik azt a lehetőséget, végtelennek érzik a fizikai lehetőséget, és nem csak a fizikai, hanem az életben a lehetőségeket. Ezek zárulnak önben le.
tehát amikor most populizmusról beszélünk, akkor ezek a dolgok is lezárulnak, tehát most már nincsen az a kifutási lehetőség, ami esetleg korábban volt, legalábbis nem annyi embernek. Most már a természeti erőforrások azért már kezdek kimerülni, már nehezebb ehhez hozzájutni, ahhoz hozzájutni, drágábbak, és így tovább. Tehát feltétlen változás lesz. A kérdés csak az, hogy mikor. Mert sajnos döntő mértékű, vagy döntő jelentőség az egész világnak, hogy erre mikor jönnek rá az amerikaiak, illetve nem csak őkem, akikről keveset beszélünk, a japánok, meg a kínaiak, meg az indiaiak, akik tulajdonképpen a világ környezeti szennyezésnek a döntő többségét alkotják, és többek között, amikor Európa egy ilyen posztmodern állammá szeretne válni, környezettudatos és így tovább, ez többek között a TTIP-nek, tehát ez a transatlanti kereskedelmi egyezménynek az egyik sarkalatos pontja, hogy az amerikai lazább standardeket át tudják-e kényszeríteni az európaiakat, tehát visszalépünk-e ebbe a környezettudatos világba, vagy nem. Visszatérve Ferenc pápára, hát mondjuk a Trump mozgalom is nagyon elragadtatva az ő tevékenységétől. Őt politikai sikon elsősorban a latin-amerikai, hát az úgynevezett felszabadítás teológiától kiindulva, tehát ezt a szociálisan sokkal érzékenyebb katolikus vonalat látják benne. Úgyhogy nem biztos, hogy az ő fellépése az amerikaiak többségén segíti azt, hogy megváltoztassák az álláspontjukat. Egy másodperc csak még hadd reagáljak én is röviden erre. Amit a kérdező fölvetett, arról nekem is eszembe jutott valami, ugye biztos a jelenlévők közül sokan ismerik azt a fogalmat, hogy deliberatív demokrácia, és a Ferenc pápa kapcsán tényleg az embernek eszébe juthat az, hogy esetleg az egyházon belül is, a katolikus egyházon belül is kialakulhat egy olyan folyamat, ami mondjuk a deliberatív demokrácia kapcsán ugye létezik. Csak egy példát mondok, ugye a deliberatívra sok ország kísérletezik azzal például, hogy a költségvetését ne hagyományos értelemben a kormányok fogadják el, hanem kikérjék az emberek véleményét, hogy az adott évben megszavazandó költségvetés milyen tételekből álljon, azokat hogyan osszák fel, stb. Stb. Tehát bizonyos értelemben hozzáteszem, hogy ezek a deliberatív dolgok iszonyatosan jók, amikor kísérleti fázisban vannak, ezt nagyon sokszor modellezik, tökéletesen működnek, amikor megpróbálják kiterjeszteni, akkor mindjárt leállnak ezek a dolgok. Tehát itt a Ferenc pápa esetében is fölvethető az a kérdés, hogy ez lehet-e kiinduló pontja egy újfajta katolikus egyházi szerveződésnek. Nekem az a benyomásom egyébként, hogy az a fogalom, amikor arról szoktunk beszélni, hogy az emberek, az mindig az embereken belül egy szűk csoportot érint általában. Tehát az a teljesen idealisztikus elképzelés, hogy majd úgy mindenki úgy egyszer csak úgy észleli magában, hogy őt érdeklik ezek a dolgok, ez teljes utópia, tehát ennek semmi köze a realitáshoz. Tehát itt magyarán arról beszélhetünk, hogy a társadalom vallásos tagjainak egy kisebbsége esetleg ehhez felzárkózik-e, ad ehhez muníciót, és ez aztán visszaforgatható-e az egyházi hierarchiába, struktúrába, és esetleg egy más felfogás alakul ki. Ugyanez van a nem vallásos politikában, vagy nagy politikában is, hogy a társadalom nagy része soha nem fogjuk tudni rávenni arra, hogy politizáljon, ismerik nyilván az adatokat Magyarországon, a választásokon 30-40%, 90 óta nem vett részt a szavazásban. Tehát velük nem lehet egyszerűen mit kezdeni. Tehát itt már eleve ezt a kategóriát, hogy emberek vagy társadalom, ezt is kellő, hogy mondjam, belátással és önmegtartóztatással kell kezelnünk. Pontosan azért, amiről beszéltünk, a hitelesség miatt. Tehát hogyha most
Nyilván nincs a fekete-fehér, de hogyha a hitelességi skálán nézzük a politikusokat, Bernie Sanders magasan a másik kettő fölött van. És a fiatalok, idealisták, ők hinni szeretnének abba, és ezért a Bernie Sanders támogatók az Obama támogatók közül kerülnek ki nagyon sokan, akik Hillary Clintont már akkor elutasították, és most is. Tehát, hogyha most Hillary Clintont meg fogják vászni, akkor befolyják az orrukat, és úgy fognak szavazni adott esetben rá. Mert, és nagyon szomorú, hogy úgy lesz bárki is az elnök, mert őt kevésbé utálják, mint a másikat. Nem. Most az első. Összes korábbi párosításnál, a független attól, hogy demokrata vagy republikánus, George Bush, Al Gore, mindenki, elutasítottság volt 20-30%, de az, hogy 55-65, meg 55-60 legyen, ilyen soha nem volt. Tehát mínuszban egyetlen egy elnökjelölt nem volt eddig, és ez esetleg még emelkedni fog, mert az nagyon erősen valószínűsíthető, mivel pozitív programjuk nincs nagyon. Tehát nem nagyon tudnak mit eladni, ezért inkább azt akarják majd bebizonyítani, hogy a másik mennyivel rosszabb választás, mint ők. Sajnos ez lesz majd, és már mind a két csapat óriási erőkkel készül arra, hogy mindent előásson, amit csak elő tud ásni. Tehát Bernie Sandersnek ez a titka, és érdekes módon ezért támogatják őt a fiatalok, annak ellenére, hogy egy 73 éves szocialistát, aki nem a mainstream, mi a nem is jó szónok, meg egyáltalán semmi szexepélye nincsen, ezért elsősorban. Mert ő az egyetlen egyhitelesnek tekintető politikus. Ugyakkor persze hát populista dolgokat ígér, hogy ingyenes felsőoktatás, meg nem tudom, minden óriási pénzekbe kerülni, ezt nem lehetne megvalósítani, ez egy másik kérdés. Hát, erre a felvetésre nekem az jut eszembe, hogy megint csak ugye én már felnőtt fejjel éltem meg a 80-as éveket is, és akkoriban az ifjúságkutatások, amelyeket Stumpf István, Kéri László és mások végeztek, a következő megállapításokra jutottak. A fiataloknak eszmények kellenek. A fiatalok bizonyos értelemben romantikus emberek, ha tetszik, radikálisok, és olyan eszményekre vágynak, amelyek mögé oda tudnak állni. Most kérdezzük meg magunktól, hogy az elmúlt 25 év, a liberális világforradalom 25 éve, az ilyen eszményeket tartalmaz-e? Az volt az állításom az elején, hogy 90 körül azért nem kellett populizmus, mert tulajdonképpen az eszményben benne volt az, hogy megforgatjuk holnapra a világot, bármilyen fura. Leépítjük a diktatúrát, és helyébe egy másik világot állítunk. Mára mi maradt? Az maradt, hogy az Alkotmánybíróság tagjait így válasszuk, vagy úgy, ki jelöli, ki nem jelöli, és különböző ilyen dolgok. Na most ugye nyilvánvaló, hogy ha elfogadjuk azt, amit Kéri és Stumpf a 80-as években megfogalmazott, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy van-e még eszmény? És bármilyen furcsa, nekem az az érzésem, hogy nem az számít, hogy idősebb politikus mondja, vagy fiatalabb politikus, hanem akibe belelátom, hogy vannak eszményei. És még annak sem kell biztosnak lenni, hogy annak valóban vannak eszményei, vagy azok csak ígéretek. Mert a politikának a természete az, hogy nem az igazságról szól, hanem arról, hogy odaállhatok-e mögé, vagy inkább úgy mondanám, hogy ki tud jó látszatot mutatni. Ugyanis van rossz látszat is. Tehát a jó látszatot a Bernie Sanders pillanatnyilag tudja mutatni. És miért nem tudja mutatni mondjuk az ellenfele Hillary? Azért, mert ő róla kialakult az, hogy ő a Wall Street embere. Ugye? És a Wall Streetnek van most egy olyan bukéja, amit ugye Leonardo DiCaprio filmjéből is mindannyian ismerhetünk, hogy működik az. Ugye? Tehát, hogy valami más eszményt csinálok, és például, ha önök megkérdezik azt, hogy miért nincsenek fiatal vezéregyéniségek a politikában, hát ez is egy jogosan fölvethető kérdés. Tehát nem csak az, hogy a fiatalok miért szavaznak a Sanders, hogy miért nem jelenik meg mondjuk a magyar politikában egy fiatal politikus, aki nem a 89-es establishmentnek a tagja, és szerintem ez is egy nagyon lényeges kérdés. Amerikában egész valószínű, hogy valószínűleg
nincs benne az amerikai politikai kultúrában az, hogy egy tapasztalatlan, vagy pályakezdő, vagy nem tudom milyen politikus, de ezt nálam te nyilván jobban tudod. Tehát ott egy 70 éves ember nem számít tulajdonképpen idősnek. Hát régen milyen életkorban került ugye amerikai elnöki pozícióba, és mások is. Tehát egyik oldala a kérdésnek az, hogy tehát a fiatalokkal mi van, mint szavazókkal, és a másik oldala, hogy mi van a fiatal politikusokkal, és szerintem ez Európának az egyik olyan kérdése még, amire szintén választ kell adnia, hogyha eszményeket nem tudnak felmutatni, akkor a politika meghal, és lehet, hogy mondom, ez az ellentmondás, hogy nem lehet eszményt, mert minden az eszmény ellen dolgozik. Hát nézzék meg, ha valaki tényleg olyan dolgot mond, azt azonnal lerontják, előkeresnek a múltjából valamit, amivel lehetetlenítik 2 perc alatt. És ettől kezdve a politika egy teljesen más dimenzióba került át. Ma a politika véleményem szerint arról szól, hogy ki tudja jobban kicsinálni a másik oldalt. Ez a mai politikának a legerősebb szála, a legerősebb vonala. Úgyhogy ilyen értelemben bízhatunk abban, hogy a mostani társadalmi mozgalmakból majd kijön valami, csak ugye nem könnyű optimistának lenni. Mert az a gondolat, hogy a Trump 10% óta majd be akarok tégét. Hát ha ezt mondod ezt, akkor a véleményem szerint van a szópát. Tehát amennyiben nem szüntetik meg ennek a válságnak a legalapvető forrását, akkor már egy állandó tipekképpen is fog történni. És fel kellett tenni a kérdést, hogy esetleg nem a akkor lehet, hogy aki mondjuk 8 év múlva felé, ahhoz képest a Trump a liberális demokrácia megtestesítéséhez. A Bernie Sanders az, aki egyébként azért szeretik a fiatalok, mert pszichológiai alapon szeretik. Az öreg, akikat látják benne, az távol segít. A Trump ezt nem lehet feltételezni, hogy a médiális, és azt az ő képét nem tudják megérteni. Igen, szerintem a Trump 10% attól függ, hogy melyik 10%. Mert van olyan 10%, ami mondjuk nem rossz, infrastruktúrális beruházások és így tovább, tehát az mindenképpen kellene. Igen. Nemzetközi életben valószínű, vagy hát szövetségesekkel jobban megfizetetni a úgynevezett védelem árát, de ez megint csak egy ilyen nagyon leegyszerűsített dolog, mert nyilvánvalóan most abszolút általános szinten mondom, az Egyesült Államok és a Trump hangsúlyozza, hogy rajta érésködik mindenki. Az Egyesült Államok és egyetlen birodalom sem annyira öngyilkos, hogy saját maga ellen dolgozzon. Rengeteg más módon az Egyesült Államok saját hasznára építette ki ezt a jelenlegi világot, mert az amerikaiak hozták létre gyakorlatilag a pénzügyi rendszert, a biztonsági rendszereket, akár a nemzetközi politikai rendszer, ez Wilsoni, Roosevelti elképzelések. Tehát ezek mind az amerikai érdekeket szolgálják, az amerikaiak ilyen pillanatban, és ez megint a populizmus, egy-két éve már a takarókon túlnyújtóznak. Tehát lassanként kicsit vissza kell venni abból az irdatlan méretű fogyasztásból és minden egyébből, ahogy korábban szó volt az erőforrások felhasználásából, és idézőben normális országnakként kellene működni. Na most ez a Trumpnak az egyik mondjuk toposza, hogy Egyesült Államok normális országként működjön, viszont ez meg
ellentétes az amerikai kivételség eszményével, hogy az amerikaiak jobbak morálisan és minden egyéb módon, aminek hosszú története van. Tehát Trump rendkívül eklektikusan törzúz, és időnként, hát nyilván valóan nagy számok törvény alapján olyan dolgokat is mond, illetve ígér, ami elfogadható lenne. Attól függetlenül én azt gondolom, hogy valóban egy ilyen Trump elnökség az nem tenne jót a világnak úgy általában. Ehhez én annyit tennék hozzá, hogy amit ön mond erről a pszichológiai faktorról, ez mindenkornak van ilyen pszichológiai faktora. Tamás említette valamelyik válaszában a 68-as nemzedéket. A 68-as nemzedéknek volt egy pszichológiai faktora sok egyéb mellett, és ez pedig az, hogy az apáink értékeivel szembefordulunk, és teljesen más csinálunk. Az akkori liberális kulturális forradalomnak ez volt a lényege. Ma pedig egy konzervatív kulturális ellenforradalom van. Most a szónak ezt az ellenforradalmat nem negatív értelemben használnám, hanem egyszerűen tényleírásként. Tehát most egész más a Amerikában is, meg másutt is a fiataloknak a viszonya mondjuk a fennálló rendszerhez, vagy akár az elődeikhez, mint mondjuk a 68-asoké volt. Hát hogyha azt a kérdést megkérdezzük, hogy Magyarországon tényleg csak egy ilyen aktuál politikai dolgot mondok, hogy az magyar ellenzéknek miért nincsen fiatal utánpótlása, és most nem csak a vezetők szintjén, hanem a tagság szintjén sem, akkor ez a pszichológiai faktor ebben benne van, hogy gyakorlatilag a mai magyarországi fiatalok valamiért nem vonulnak föl a mai ellenzék mögött. Ilyen volt már a magyar történelemben, nem akarok analógiát teremteni mondjuk a 30-as évek meg a mostani között, de az 1930-as években is a magyar fiatalok az akkori baloldali meg liberális pártokhoz nem mentek oda. Azért nem akarok analógiát, mert az egy csúf történet, ahogy az befejeződött, csak tényszerűen akarnám megállapítani. Tehát, hogy minden korszakban van ilyen, hogy apák és fiúk közötti dolog. Most úgy látszik, hogy a Sandersben azt látják, hogy az elődök politikája tovább folytatható. Igen, csak eljárt az idő. Van-e esetleg valakinek még kérdése? Rövid, utolsó szó jogán. Mert ha nem, akkor először, másodszor, senki többet, harmadszor, oké. Szabolcs, akkor a lezárás jogát én neked átadnám, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, jó éjszaka!